Sziasztok! Na, ebben a videóban megnézhetitek azt, hogy a Hyundai Tucsonnak ugye az első fékeit, hogy rakom rendbe. Szóval, hogy innen hogy jutunk el oda. Szóval, nézzétek meg a videót, és talán tudtok belőle okulni, hogyha valamit én nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, ti már úgy fogjátok tudni megcsinálni, ahogy kell. Illetve remélem tudok majd azért segíteni is néhányatoknak. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yeah.
Bátorral együtt eljutottunk lényegében az utolsó mozzanatig, ugye az első fék felújításánál, ugye vissza fogom rakni ugye a kerekeket. Mi lenne, kedves haverom, barátom, ha nem tolnád bele a képembe az órodat ennyire közel? Ez már az én személyes szférám. Te! Na, szervusz! Megtanítottam németül. Na, lényegében ott hagytam abba, hogy ennyi volt ugye a Hyundai-nak az első fékének a felújítása, és ugye jön ugye az utolsó mozzanat, a kerekeknek a visszarakása, és hát mivel, hogy úgy zárom ezt a videót, hogy dumával, mindjárt jön a kérdés, hogy miért ilyen szerencsétlen módon rakom föl a kerekeket, mint ahogy senki más. Kérem szépen, ennek története van. Ha nem ennek, ahogy itt most megpróbálom föl emelni a helyére, hanem ha ez összejön. Akkor ugye így mindjárt láthatjátok, hogy nem géppel dobom föl a csavarokat, mikor itt van a kezembe. Na most ennek is megvan ugye a maga története. Lényegében volt egy hétvége, amit ugyanígy végig cumbantottam. Vagy hát most nem hétvége van, most a nyári szabadságomat töltöm, de lényegében a hétvégében szereltem ugye még a régi telepjárómat. És ugye vasárnap, hát délután legyen ilyen 6 óra környéke, és ugye elkezdtem főrakni ugye a kerekeket, géppel természetesen, ahogy a nagyok, és rosszul raktam rá a csavart a menetre, és egy az egybe kajakba tönkre is vágtam ugye a tőcsavart, és ugye nekem másnap kellett az autó, és akkor hova mész a vasárnap délután tőcsavarért? Hát ugye nekem egyszerű dolgom volt, ugyanis volt egy hasonló autóm, vagy hát egy ugyanolyan autóm, csak más színű, ugye bontáson, darabokba, és gyakorlatilag ugye a vasárnap estémet is még autószereléssel töltöttem. Na, ezért van az, hogy én itt szépen lazán kézzel itt szépen rákapatom, sőt, még rá is húzom teljesen, és igazából a végén egy picit meghúzom géppel, és amikor leengedem, akkor meg meghúzom nyomaték kulcssal nyomatékra. Na, ennyi a titka ennek az egész bénázásnak, ugyanis elég volt egyszer cummantani, és úgy döntöttem, hogy inkább tartson tovább 5 perccel. Na, aztán van itt egy ilyen gép. Jön a kérdés, hogy ezt a gépet miért nem láttátok ti a csatornán bemutatva. Ugyanis megcsináltam ugye a kicsomagolós részét, aztán gondoltam, készülök nektek valami nagy durranással, és hát ugye idő hiányában mai napig nem jött össze. Te így, hogy kiegészítsem ezt a videót ugye ezzel a géppel kapcsolatban. Szóval ez nem olyan, mint a zöld, hogy van egy agyóhúzott kerékcsavart, és mindjárt küzdeni kell vele, meg nem bír vele. Ez ha kell, letépi. Szóval ez tuti, ez a fekete cucc. Ugye a hosszú távú részéről nem fog tudni nyilatkozni, nekem az otthoni szerelgetéseknél nagyon sokszor segített. Aztán egy másik dolog, hogy az előző szereléssel kapcsolatban jött egy olyan dolog, hogy miért nem mértem én meg ugye a féktárcsának a, hogy mondjam, hogy nem üt a féktárcsa. Na most igazából nekem hobbi műhelyem van, tehát nincs olyan felszerelésem. Viszont amikor fő van rakva a kerék, itt megpörgetem, mivel hogy ez bevonatolt tárcsa, ha szépen egyenletesen húz bele például egy csíkot, mint most is, akkor ennek a tárcsának nincs olyan ütése, ami problémát okozna.
Hát ugye, hogyha lenne mérőeszközöm, akkor megúsznám azt az időt, például amivel most leszopattam volna magamat, hogyha ez a tárcsa most üt. Ugyanis akkor megint azzal kezdünk, hogy kerék le, minden le, tárcsa le, és akkor utána lehet játszani vagy a kerékcsapággyal, vagy mással nem tudom, hogy mivel, de ott még akár az szóba jöhet, hogy kerékcsapágycsere. Köszi, hogy megnéztétek, remélem hasznos volt, remélem talált benn valaki olyat, amivel el tud indulni az úton, hogy nekiáll, vagy inkább elviszi szerelőhöz, vagy inkább vesz egy komplett újat, mert ugye nyerekből is lehet kapni újat. Na mindegy, találkozzunk egy következő szerelésnél, mert hát ugye eközben a szerelés közben megint fény derült egy hibára. Sose ér véget. Soha. Sziasztok!